Most egy fotós témával folytatjuk, mégpedig egy kiállítással. Vendégünk Perme, jó estét kívánok, vagyis hát mondhatom persze Dohos Ferenc ugye a születési neved, de gyakorlatilag azért ezzel a becenévvel híresültél el, már itt Nyíregyházan ugye sokan így ismernek. Sok mindent csinálsz, és hát nyitott szemmel jössz-mész a világban, a városban, és erről gyönyörű fotók készülnek. Túl vagy az első kiállításodon, egy kicsit, ha visszatekintünk, milyen érzés volt, milyen emlékeid vannak? Hát életem egyik legszebb estéje volt szerintem, azóta is nagyon szívesen gondolok, hiszen nagyon meglepő volt számomra, hogy milyen sokan jöttek el, és egy elég spontán bevezetővel nagyon jó hangulat kerekedett a megnyitón. Nem tudom most a következőnél mi lesz majd, mert... Ugye ez a Mustárházban volt az első volt, igen. Kiállításod, gyakorlatilag azok a fotók, azok hány évnek a terméseiből kerültek végül is kiválogatásra? 14. éve azt hiszem, hogy megy a blogom, tehát nagyjából ez a válogatási intervallum. Konkrétan nem tudom, hogy mikor volt az első kép, és mikor volt az utolsó, tehát nem tudom, mekkora időszakot ölelt át az első kiállítás, mint ahogy most a másodiknál sem nagyon tudom. Azért ugye most egy picit kevesebb időt telt el, tehát valahol lehet, hogy az első 14 év volt a rákészülés, és kellett egy ilyen csodálatos élmény, ahogy mondtad, hogy életed egyik legkülönlegesebb napja volt talán, hogy másodszor is összegyűjtsd azokat a fotókat, amelyekről úgy gondolod, hogy megmutatod a nagy közönségnek. Abban az első 14 évben egyébként soha nem vetődött föl, hogy egy kicsit kiállíts? Tulajdonképpen folyamatosan kiállítok, mert a blogomon folyamatos, vagy az összes képen fönt van, több 10 000 kép, tehát, de nyilván ez egy más jellegű kiállítás, nincs közvetlen kapcsolata a nézőkkel, a látogatókkal, vagy legalábbis annyira közvetlen nem, mint egy kiállítás megnyitón. Tehát igazán az sem az én ötletem volt, hanem megkérdezték, hogy nincs-e kedvem egy ilyenhez, és mondtam, hogy de miért? Hát úgy is látják a képet, hát de csináljuk már, és akkor megcsináltuk. És most a másodiknál pedig olyan hirtelen jött a felkérés, hogy na akkor mikor lesz a kiállításod? Mert hogy az első megnyitója előtt elhangzott, hogy és a következőt mikor csináljuk? Hát azt sem tudtam, hogy hol vagyok abban a pillanatban, izgalom vártuk a vendégeket, fogalmam nem volt, hogy... Azt sem tudtad, mire bólintottál rá szerintem. Csinálunk egyet, persze. Hogy ne. Igen. És csak ezzel legyünk már túl. Akkor mikor? Mi mikor? Hát a kiállítás, ja. Szóval akkor gyakorlatilag, hogy is mondjam, te a körülmények áldozatai vagy, lehet ezt mondani, mert belesodrottál a második kiállításba. Igen. Milyen lesz ez? Elég sejtelmes már ugye a cím is. Hát igyekszek mindig sejtelmes címet választani. Az első az nagyon jól sikerült, az a címválasztás felfüggesztve volt a kiállítás címe, abból adódóan, hogy lógtak a képek a falon, és többen felhívták a Mustárházat, hogy most akkor nem lesz, vagy miért van felfüggesztve, és mondani, nem, ez a címe a kiállításnak. És igyekeztem valami hasonló titokzatos címet választani, ez most a megosztva lett. Nem nagyon szeretném elárulni, hogy miért ez a cím, mert a megjóban is ez szerepet, hogy majd a megnyitón elmesélem. Tulajdonképpen kell egy kis izgalom, egy ilyen kis várakozás egy megnyitó előtt, úgy gondolom. Annyit tudok mondani, hogy ez egy jobb, vagy egy más típusú válogatás lett. Két témakör köré csoportosítottam a képeket, még az előzőnél. Hát úgy elkezdtem kidobálni, hogy ez sem. Ennél pedig konkrétan megvolt, egy adott témaköröm az biztos megvolt, tehát az egyből, amikor elhangzott, hogy na kellenek a képek, akkor megvolt, hogy mi lesz az egyik falon. A másik fal meg adott volt abból, amit csinálok, illetve hát a közelmúlt emlékeiből, ezzel egy kicsit elárultam azért, hogy mik lehetnek majd. Hány kép fér el erre a két falra? Hát mennyi is 40 körüli kép van most fönn, tehát majdnem kétszer annyi, mint az előző kiállításon. Azért azt gondolom, egészen más ugye látni egy képet a kijelzőn, látni a monitoron, és látni valahol. Egy picit lesz valami többlet tartalma, vagy nem tudom, te hogy éled ezt meg, amikor ott lóg a falon, vagy valakinek esetleg akár a lakásába is kerülhetne, de nyilván ezek nem tudom, hová kerültek. Például az első kiállítási anyagot hazavitted? Vagy? Hát hazavittem, igen. Néhányat elajándékoztam
belőle. Na, természetesen. Akkor jól érzem, hogy esetleg valakinek az otthonában van. És a többit hazavittem, és akkor egy szép kis dobozban vannak, és most lett egy másik doboz. Lehet, hogy egy vándorkiállítás is lesz, ki tudja. Azért igen, most ne már könnyű cipelni, mert befér a dobozba. Amikor én kezembe vettem az első ilyen nyomtatott képet, már az egy érdekes volt, tehát még amikor nem a nézők látták, hanem elkészült, és elmentem érte, és hú, ezt ez csináltam. Így néz ki, hú, de jó. És tulajdonképpen azért volt könnyebb rábeszélni már a második kiállításra, mert az elsőnek az élménye az adott egy olyan húzóerőt, ami... Én szívből kívánom azt, hogy akár érzésben, akár visszajelzésekben az első kiállításod után ezt, hogy is mondjam, tehát lehessen überelni ezt az első érzést, és még különlegesebb élményeid legyenek, akkor biztos valaki majd fölteszi a kérdést, hogy akkor mikor lesz a harmadik, úgyhogy ez már szerintem nem is fog meglepetésként érni. Meg én úgy gondolom, hogy most, hogy a második kiállításodra válogattad az anyagot, akkor esetleg benned is felmerült már ez a gondolat. Kicsit gyors volt a folyamat, úgyhogy nem gondolkodtam még következőn, de így már harmadik az egy kicsit könnyebb lesz összeállításilag. Lehetnek témakörök, voltak ötletek erre a kiállításra is, ami végül is nem valósult meg, mert más lett a dolog, tehát van még mit kihozni belőle, azt hiszem. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de mondjuk, hogyha én elkezdek fényképeket nézegetni, akár a saját életemből, akkor az mindig elborít a nosztalgia, olyan szívesen nézegetek végig. Lehet, hogy az ember azért, mert szívesen van a múltjának bizonyos szeleteiben, vagy időzik ott, és akkor ott a vizuális megerősítéssel még kellemesebb. Nem tudom, hogy amikor válogatod ezeket a fotókat, neked nincsenek ilyen visszaflesseléseid, vagy leragadásaid? Dehogy nem, és akkor ebből néha születnek bejegyzések a blogon, mert úgy reggel, hát általában reggel föl szoktam tenni egy képet, ami nagyjából véletlenszerű kiválasztás, tehát úgy megnyitom az összes albumot, rábökök egy évre, kinyitom, na mondjuk ez, és akkor fölteszem. Sokszor megkérdezik, hogy miért pont ezt, nem tudom. Tehát reggel erre ébredtem, hogy ez kerül ide. És hát akkor elindítja a napomat, tulajdonképpen ezért találtam ezt ki, mert akkor úgy indul a napom, hogy nagy emlékkel elindulok, aztán majd nyilván a munkahelyhez felülüti, de legalább addig egy kellemes kis hangulat van. Na hát köszönjük szépen, hogy eljöttél. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez a bizonyos megosztva, osszuk meg a kedves nézőkkel, mikor, hol kell ott lennünk, hogy mi is a történelmi pillanat részesei legyünk. Ismét a Mustárházban lesz a kiállítás, jövő szerdán 17-én 16 óra 30 perckor kezdődik a megnyitó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.